Itt az E.ON Székesfehérvár dél transformátor állomásán bővült duplájára kapacitás egy úgynevezett transformátormezővel. A kivitelezési munkálatok fél éve kezdődtek meg, a tervezés a várossal közösen azonban már több éve elindult. Az állomás bővítését az új igények tették szükségessé. A városnak a déli része erősen fejlődik, ugye több hektáros ipari területek vannak. Ezeknek a igényeit ki kell tudjuk szolgálni, és erre viszont már a régi létesítmény nem lett volna elegendő. Ezért kellett ezt bővíteni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a városban van több olyan villamosenergia ellátó eszköz, amelyeket össze kell kapcsoljunk ahhoz, hogy minél biztonságosabban tudjuk ezt a villamosenergia szolgáltatást nyújtani a lakosok és a ipari üzemek részére. Béres József hozzátette, az új berendezés javította az üzembiztonságot. A beruházás 500 millió forintot jelent, amely egy program részeként valósulhatott meg. A szlovák áramszolgáltatóval együtt pályáztak Európai Uniós forrásra a villamos energia szolgáltatás zöldítésének céljával. Cserpalkovics András polgármester elmondta, a beruházás városüzemeltetési, fejlesztési, életminőségi és környezetvédelmi szempontból fontos Székesfehérvár számára. Nagyon sok olyan fejlesztés, beruházás van előttünk, van folyamatban, van jövőben stratégiai elképzelésként megfogalmazva, amelyiknek egy közös eleme egészen biztos van, hogy energiaigénnyel rendelkeznek. Fontos tehát, hogy az energia vonatkozásában is minél nagyobb stabilitást és biztonságot tudjuk adni a fehérváriaknak. Ez igaz a jelenben, de gondolni kell a jövőben megvalósuló beruházásokra is. Valójában ez a fejlesztés az E.ON-nak már ezeket a célokat szolgálja. Ugye el is hangzott, gyakorlatilag egy teljes villamosenergiai körgyűrű valósul meg Fehérvár körül. A polgármester hozzátette, a város déli területén, amelynek áramellátását a fejlesztésnek köszönhetően megnövelt kapacitásokkal, nagyobb ellátásbiztonsággal biztosítja az E.ON, az önkormányzat új, a fenntarthatóság jegyében épülő városrész kialakítását tervezi. A bővített alállomásnak jelentős szerepe lesz a Velencei-tó és a megye déli részének áramellátásában is.